a polgár adót fizet, és ő nem várhatja el, hogyha elkezd havazni, és várhatóan aláfagy, akkor elére sózzon a város, és reggel ne kelljen neki azzal szembesülni, hogy 3-4 órával tovább kell mennie? Ez egy tipikus ilyen szerkesztői kérdés. Persze, a legkényelmesebb az lenne, esik a hó, felfagy, éjjel-nappal szórunk, és kifizetünk több száz millió forintot. Na de ez csak az első, ez az első havazás volt. Ön azt kérdezné, hogy miért szórjuk a pénzt, miért szórunk fölöslegesen. Tehát, hát ha száraz az út, akkor nem kell szórni sót. Akkor mondja, nem, bocsánat, tegnap este havazott tegnap már. Este még száraz volt. Közlekedett este? Igen. Én mentem, semmi baj nem volt. Nem lehetett tudni, ezért mondom az időjárás. Országosan azt mondták, hogy mindenütt alá sóznak. Debrecenben ez kimaradt. Nem maradt ki, most sóznak. Tehát, na de reggel, amikor szükség lett volna rá, akkor nem sóztak. Nem tudja, hogy az országban melyik ponton, mikor kezdték el a sóra, hány ponton szórtak, hány ponton nem. Ne jelentgessünk ki megfelelő információk nélkül, hogy az egész országban sóztak, csak Debrecenben nem. Ez az országos médiában hangzott el, és abban... Nem autentikus hírforrás, mint tudjuk. Tehát akkor a közszolgálat is sem az? Nem. Miért? Hát végigjárták az tehát az ország minden pontját végigjárni, igen, nyűgös, tiszt, leemelem a kalapom, aki végig tudja egy fél óra alatt, óra alatt, egy nap alatt az ország minden pontját járni.